Köszöntöm az ünnepi beszélgetések valamennyi nézőit, és hát tisztelettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Spányi Antal megyés püspököt. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, örömmel jöttem megint. Amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor előkerestem azt a kis kártyát, ami talán a fehérváriaknak is ismerősnek tűnik, mindazoknak, akik mondjuk a püspöki palota adventi udvarán járnak elnek, ott vannak ezek az adventi gondolatot tükröző kártyát, és hát az én üzenetem az volt, hogy ki méltó látni a csodát, az a csodát magában hordja. Talán Babits Mihály gondolata is jól tükrözik az adventi várakozás gondolatiságát. Hát ez a mondat nagyon szép és nagyon mély, engem már régen megérintett, amikor fiatal koromban Babitssal talán kicsit többet foglalkoztam, nagyon közel állónak éreztem magamhoz, és akkor sok versét és sok mindent róla elolvastam, meg egyéb írásait. Ő egy nagyon érdekes ember volt, aki talán nagyon nem tartotta magát mindenben az egyházi előírásokhoz, de az Istenről sokat tudott. És azt hiszem, hogy egy mély igazságot közölt, hogy a csodát az látja, aki a csodát tulajdonképpen magában hordozza. Hogyha mi tudunk ráhangolódni arra, mi vár ránk, és nem csak a Szenteste hangulatára, nem csak arra, hogy legalább egy este békességben, szeretetben, csöndben tudjunk együtt lenni, hanem mindarra, ami ennek az ünnepnek a tartalma, az üzenete, akkor azt hiszem, hogy valóban csodát láthatunk. Mert az Isten nem csak megígérte, hogy majd eljön hozzánk, és nem csak eljött egyszer karácsonykor Betlehembe, hanem eljön minduntalan hozzánk, és minduntalan a szívünkbe akar költözni. A Szentírásban ugye azt olvashatjuk, hogy amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte egyszülött fiát, aki asszonytól, Máriától született. Mit jelent az idők teljessége? Ez egy olyan teológiai fogalom, amit a Jézusra váró emberiség nagyon jól értett. Mi nekünk bizonyára ezt nehéz megérteni, és kell erről beszélnünk, hogy helyesen tudjuk értelmezni. Az Isten megteremtette a világot, és megteremtette az embert, Ádámot és Évát, és nekik adta a paradicsomot. Ezek képletes beszédek. Az Isten teremtése az világos, egyértelmű aktus, valami nem volt, és lett ember. És a paradicsom az már egy olyan állapotot jelent, hogy az Isten és az ember együtt vannak, békében, szeretetben, mint barátok. És az ember ott él ebbe a paradicsomi állapotban, ne inkább egy kertet gondoljunk, hanem egy állapotot, és ebben az állapotban megszegi az Istennel kötött szövetséget. Ezt szokták úgy mondani, hogy evett a fáról, meg Éva almát szakított és adott Ádámnak, de inkább úgy gondolom, hogy egy szövetséget, egy ígéretet megszegett, és ennek lett a következménye az, hogy azt hitt, hogy majd mindent tud, és megtudta, hogy igazából az ember nagyon pici és sérülékeny és szegény, amiről azt mondja a Biblia, hogy mesztelen, védtelen. Nincs semmi védelme már. És az Isten ott akkor megígéri neki, hogy a paradicsomi állapotnak vége, mert megszakadt ez a baráti, bizalmi kapcsolat, de majd eljön valaki, aki mindent helyreállít, jön egy megváltó, egy szabadító, és ezt várták a zsidók, mint a választott nép, mint az Isten ígéreteinek a hordozói. Várták, hogy jöjjön el ez a messiás. Erről reménykedtek, ebben hittek, ezért erről szóltak a proféták jövendőlései, és amikor eljön, azt mondták, az lesz majd az idők teljesség, akkor beteljesül, a régi ígéret, az ősi reményünk beteljesül. És mi azt mondjuk, hogy ez mind beteljesedett, amikor Jézus eljött, vagyis amikor ő megszületett, akkor jött el hozzánk az idők teljessége, mert már beteljesült az Isten ígérete. Mi azt is mondjuk, hogy Jézussal, illetve aztán az utolsó apostol halálával a kinyilatkoztatás is lezárult, mert már mindent tudunk az Istenről, amit tudnunk kell,
hogy eljuthassunk az üdvösségre. Nyilván tudhatunk meg új dolgokat, ha gondolkodunk, elmélkedünk, imádkozunk, de alapvető új igazságokat már nem fogunk tudni meg Istenről. Idők teljességében élünk. Azt mondhatjuk, hogy akkor ez egy fordulópont volt az emberiség történelmében? Egészen biztos, az üdv történetben mindenképpen egy fordulópont volt, hiszen addig vártuk, elő kellett készíteni az utunkat, a prófétáknak ezt a hitet kellett az emberekbe éltetni, ezt kellett erősíteni, és keresztelő Szent János volt az az utolsó nagy előfutár, aki nem csak beszélt az eljövendő messiásról, hanem rá is mutatott, amikor elment hozzá a Jordánba, hogy megkeresztelkedjen. János keresztsége egy bűnbánati szertartás volt. Jézus keresztsége valami egészen más, az Istennel való közösségnek a megteremtése. Ott megmutatja keresztelő János, hogy íme az Isten báránya. És akkor történik az, hogy hallatszik az a szózat az égből, hogy ez az én szeretett fiam, és a lélek, szent lélek galambképében leereszkedik rá. Mindenki megérti, akik ott vannak. Hogy ez most itt egy kinyilatkoztatás. Itt most megvalósult, nyilvánvalóvá vált, miben annyi nemzedék, annyi ezer éven keresztül várt és reménykedett. Érdekes, hogy ugye belegondolunk, hogy annyi nemzedék várt erre, de vajon az akkori embereknek, vagy a ma emberének volt nehezebb felismerni, vagy nehezebb felismerni azt ma, hogy a megtestülés titka, az tulajdonképpen Jézus? Hát ez nehéz kérdés. Én elhiszem, hogy nem volt könnyű az írástudóknak, farizeusoknak, tehát a választott nép hivatalos vezetőjének, a hitnek, a hivatalos őrzőinek nem volt könnyű felismerni Jézust. Ugyanakkor az egyszerű emberek, a szegény emberek, akikre azt mondták, hogy tanulatlan, masszadamnáta, átkozott tömeg, nem tud semmit. Ezek könnyen fölismerték. Amazokat, tehát a tanultakat elragadta a saját tudásuk. Elragadta őket az, hogy beleringatták magukat egy olyan képzetbe, hogy ha majd eljön a messiás, a zsidó népet teszi a többi népnek a főnökévé, előjárójává, az lesz majd az uralkodó, a többiek majd szolgálnak nekik. És hát ők látták, hogy ez a Jézus, ez nem fog uralkodni itt senki fölött, hanem inkább ő akar szolgálni. Hát hogy lehetne ez a messiás? A szegények pedig azt látták, hogy mit mondott a próféta? A szegényeknek hirdetik az evangéliumot, a sánták járnak, a vakok látnak, süketek hallanak, hát itt van a mennyország. Hát ezt csinálja Jézus. Akkor ő az Isten küldött, ő a messiásunk. Ma is nehéz elfogadni Jézust. Az embernek egy belső döntést kell hozni. És igazából mindenkinek kell ezt a döntést meghoznia. Annak is, aki azt mondja, hogy Jézust én elfogadom életem urának, vezérének, mesterének, meg annak is azt mondja, hogy én túllépek rajta, ezzel nem foglalkozok. Egy döntés. Ott van Jézus, és valamiféle módon vele szembe kell néznie mindenkinek. És vagy meghajtja magát előtte, elfogadja, szeretetébe fogadja, szívébe zárja, vagy azt mondja, hogy engem nem érdekelsz, és én járom a magam útját tovább. De a döntés megszületik az emberben. Lehet, hogy ma nehéz dönteni a hit mellett, mert nagyon hangos a világ, mert nem szeretünk elmélyedni, mert kevés tudásunk van arról, ami nem megfogható, nem a reklámok világába tartozik. Tehát a lélek dolgairól, az Isten dolgairól keveset tudunk. Ugyanakkor pedig ott van egy kalkutai Teréz anya, ott van egy Szent II. János Pál pápa, és sorolhatnánk sok mindenki mást, akiknek az élete egyértelműen beszél az Istenről. Egy Kolbe atya, aki azt mondja Auschwitzban, hogy engem végezzetek ki, és azt az édesapát, akit otthon várnak a gyerekei. Ezt engedjétek szabadon, hát az csak Istenről beszél. Ezt másért nem lehet megtenni. Megvan az esélyünk nekünk is, a mai embernek is, hogy tudjon Isten mellett dönteni. Jó szándék és egy eltökéltség, egy odaadottság kérdése ez ma is. Odaadottság és eltökéltség, meg elmélyülés, ezekről is itt szót ejtettünk az elmúlt percekben. Ugye az adventi hétvégék alkalmával egy-egy hét elteltével egy-egy gyertya segíti a ráhangolódást az ünnepre, a várakozásra. De mit tudunk még tenni?
a gyertyák föllobbanó lángja, az jelzi az idő múlását. De az idő önmagában elmúlik, de nem telik. Azt gondolom, hogy arra kell törekednünk, hogy az idő teljen, jól teljen az idő. Ne csak elmúljon, elszaladjon fölöttünk. Én úgy gondolom, hogy ez az advent, ami várakozást jelent, ez annak az ideje, hogy készítsük elő az Úr útját a mi szívünkhöz. Keresztelő János az üdvtörténetben készítette az Úr útját. Nekünk magunknak, a saját szívünkhöz kell elkészíteni ezt az utat. Tehát számot kell vetnünk emberi kapcsolatainkkal, szokásainkkal, gyengeségeinkkel, erényeinkkel. Kell tudnunk egy kicsit a világ rohanásából visszafogni magunkat, kilépni, egy kicsit csöndbe lenni, ahol tudunk reflektálni a világra, önmagunkra. Egyáltalán, hogy meg tudjuk fogalmazni a saját véleményünket egy-egy kérdésben. Ne azt mondjuk, amit a vélemény sugallók ezt nekünk mint egy előírják, vagy ne azt mondjuk, amit éppen ezelőtt hallottunk, hanem alakítsuk ki a magunk véleményét, és nem csak a politikai, gazdasági, világ dolgaiban, hanem a saját erkölcsi életemben, a családomnak a kérdéseiben, a szeretetnek a történéseiben is. Hiszem, hogy ez nagyon fontos. Ha valaki eljut odáig, hogy tud néhány percet csöndben Istenre figyelni, tud imádkozni, egyszerűen csak elcsöndesedni, és végig gondolja a napját, mennyi örömme volt, mennyi jót tudott tenni mások felé, akár csak egy mosolyt, kis apró gesztust, vagy éppen mennyiszer tagadta ezt meg, és okozott esetleg másnak, akár csak apró bosszúságot is, már tett egy lépést előre az erkölcsi életének a rendezésében. Rátalál valamire, ami a számára magában hordja, mint csíra a boldogságot, a békességet. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon fontos volna megtanulni. És hát nagyon fontos a harmadik gyertya, ami előtt a többitől, azok lilák, vagy legalábbis lila szallaggal vannak díszítve, a harmadik az rózsaszínű, hogy az ember örömben élje az életét. Erkölcsi, tiszta, igaz örömben. Nem annak örülök, hogy a csokoládét magamba tömtem úgy, hogy nem kellett senkit megkínálnom belőle. Gyerekkoromban, iskolában láttam, hogy akkor nagy dolog volt a banán, sorba kellett állni még érte, és tömte magába a gyerek, hogy ne kelljen senkit megkínálni. A másik, hogyha megkínált, nyugodtan ette, és annak is örült, hogy a másiknak is süt. Az igazi örömöket felfedezni, megtalálni, és megtalálni azt is, hogy az Isten közelít hozzánk. Egy gyerek mosolyában, a természet szépségében, Assisi Szent Ferencnek a naphimnuszát érdemes elővenni. Ez minden valamire való világirodalom legszebb versei kötetben benne van, de hát az interneten bárki megtalálja. Abba olyan szépen össze van szedve a világ minden csodája. Egy pár sorba, ami neki örömet okoz, és amiért ő áldja az Istent. Hogyha kialakítjuk ezt a lelkületet magunkban, akkor ennek a harmadik gyertyának a lángja nem csak egy hetet világít be, hanem bevilágítja az egész életünket. Készítünk utat az Isten számára, mert az Isten számára örvendezve lehet az utat előkészíteni. Fogcsikorgatva, kinkeservesen, erőlködésekkel nem megy. Kell belső fegyelem, kell belső erőfeszítés, de kell ez az öröm is, amelyel magunkat az Isten számára megnyitjuk. Ez azért az izgalmas, mert ugye mind arról szólt, hogy hogyan készítsük fel lelkünket a karácsonyra, de ez emellett meg ott egy ilyen kettős érzés az emberben, a ma emberében, hogy akkor mit tegyen az ajándékozással? Hú, az ajándékozás is egy nehéz kérdés. Úgy látom, hogy sokan szeretik megfogalmazni a maguk bölcsességét, és jó tanácsokat ad az ajándékozásra vonatkozóan. Ez is nagyon változik, és a koroktól függ. Valamikor még az én gyerekkoromban is az ajándékok nagyon egyszerűek voltak, és nem volt rengeteg ajándék. És az ajándékok legtöbbször olyan praktikus dolgok voltak, amikre szükségünk volt, cipő, meg ruha, ez volt a legfőbb ajándék. Biztos persze, hát voltak bizonyos apró egyszerű játékok, amik kicsik voltunk. Ma azt hiszem, hogy sokkal jobban élünk,
sokkal több a lehetőség, és ezért sokkal többet is ajándékozunk. Valójában én úgy gondolom, hogy az lenne az igazán jó dolog, hogyha volna annyi időnk és volna annyi személyességünk, hogy eltaláljuk azt az ajándékot, amiben valahogy én magam is benne vagyok, és azt tudnám adni annak, akit szeretek. Nem az fontos, hogy nagyon sok embernek adjak ajándékot, annak adjak, akinek igazán tudok, akit igazán szeretek, és az valami személyes, tőlem neki szóló ajándék legyen. Persze nagyon nehéz ezt megtalálni. Amikor az ember reggeltől estig rohan, amikor mindenhol zűr van, zaj van, hangoskodás van, amikor tömegek között kell furakodni, ezek nem alkalmasak arra, hogy ezeket az ajándékokat megtaláljuk. De ha valakinek ezt sikerül, úgy gondolom, akkor tud igazi ajándékot adni. Nem a sok pénz megvett ajándéka fontos, hanem ez a személyesség benne. Jó, hogyha erre tudunk törekedni, legalább gondoljunk rá. Hogyha az idei évet így végig tekintjük, vagy visszatekintünk az idei esztendőre, akkor mi lenne a karácsony üzenete ön szerint? Karácsony olyan nagyon szép ünnep, és olyan nagyon gazdag, hogy azt hiszem mindenkinek bőséggel üzenés, mindenki bőséggel találhat magának olyan gondolatot, amiről azt mondja, hogy ez számomra karácsony üzenete. Én ma úgy érzem, hogy ez az üzenet az, hogy várjuk az Istent, és eljön az Isten. Hogy fontos volna elhinnünk, hogy eljön az Isten. Nem tudom, hogy mikor, nem tudom, hogy milyen formában, de biztosan eljön. Ugye tudunk olyan történeteket, hogy emberek, akik tagadták az Istent, harcoltak az egyház ellen, életük végén könyörögtek, hogy hívjatok papot, mert meg akarok gyónni. És hát azt hitték a körülötte élők, hogy hát még most is viccelődik, még most is az egyházon gúnyolódik. Pedig ő őszintén gondolt, hogy neki szüksége van, meg akart térni, meg akart változni. Magyar történelemből is tudunk, ez a francia forradalom története. Magyar történelemből, amikor nagy vezér eltűrte, hogy a műtőfalán ott legyen a kereszt, csak az a professzor operálja meg őt, akinek a kezébe bízott. Az meg azt mondta, hogy ő csak úgy tud operálni, hogy ott a kereszt a műtőfalán. Érdekes dolog, eljön a pillanat, amikor az Istennel találkozni kell, hogy arra törekedjünk, hogy ez a találkozás igazán örömteli, boldog legyen. Ez a találkozás a lelkünk békéjét és örömét hozza meg. Hozza meg nekünk azt, amire igazán szükségünk van, és amire igazán vágyunk, mert mindannyian arra vágyunk, hogy békességünk, szeretetünk legyen, hogy legyen az életünknek világossága, és ezt a fényt, szeretetet, ezt tudjuk megosztani másokkal. Ugye itt arról is beszélgettünk, hogy a karácsony arról szól, hogy megtaláljuk Jézust, de talán arról is szól, hogy egymást is megtaláljuk. Egymás nélkül nem tudjuk megtalálni Jézust sem, és Jézus sem fog bennünket megtalálni, hogyha mi a többi embertől elzárkózunk. Mi nekünk úgy kell egymásra tekinteni, mint akik egymásnak testvérei vagyunk. Ez nem egy frázis, hanem mindannyian az Istennek köszönjük az életet, aki édesanyán és édesapán keresztül ad életet. És az Isten az, aki ezt az életet elindítja, a szülők, édesapa és édesanya az, aki ezt az ő kezéből, mint áldást elfogadja, és bennünket világra hoz, fölnevel. Ezért mi valóban testvérei vagyunk egymásnak, sokkal igazabban és sokkal mélyebben, mint a vér szerinti testvérek esetleg. Fontos, hogy megtaláljuk egymást, és fontos, hogy egymást az Isten akarata szerint tudjuk megtalálni. Tehát ne kihasználjuk, ne próbáljunk a másik fölé kerekedni, ne lássunk a másikban betétársat, hanem lássunk testvért, akinek öröméért, boldogságáért, sikeréért én is felelős vagyok, és én is tehetek érte valamit. Jó dolog lenne így megélni a karácsonyt. Ha már a felelősséget említette, azért sajnos napjainkban az nem jellemző, hogy az emberek szeretnének egymásért felelősséget vállalni. Azt hiszem, hogy olykor azért is lehet ez, mert nem eléggé próbáljuk őket erre nevelni. Nem ezt hallják, hanem mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti, ahogy mondjuk. A maga sikerével, a maga történetével törődik, és ez nem jó. Ez nem visz előre.
egymás ellen nem lehetünk boldogok, és egymás ellenére sohasem tudunk igazán célba jutni. Ez nem egy olyan versenyfutás, ahol egy fog majd nyerni. Egymást kell segítenünk, hogy eljussunk oda. Egy szép kép a mennyországról és a pokorról, valahol a buddhista filozófia világából van ez, hogy a mennyországban, nézzük a poklot, a pokolban ott ülnek egy csodálatos asztal körül, emberek, minden finomság ott van az asztalon, egy szabály van, hogy csak evőeszközzel szabad enni. Ezt be kell tartani. De az evőeszköz olyan hosszú, hogy semmiképpen nem tudja a saját szájába tenni az ételt, de a másikéba be tudná tenni. Nem teszi be. Ott szenved, kínlódik, pokol. A mennyország ugyanez, csak ott egymást megetetik az emberek. Hogyha egymást elfogadjuk, egymásért próbálunk élni, figyelemmel vagyunk egymás felé, próbálunk egymásra tekintettel lenni, próbálunk udvariasak lenni. Nagyon egyszerű dolgok ezek, semmi extra, különös dolog nem kéne. Apró dolgoktól lesz boldog az ember, és apró dolgoktól lesz boldogtalan. Apró dolgok ölik meg az örömeinket. Hogyha ezeket az apró dolgokat megtesszük, akkor úgy gondolom, hogy egymásra találva Istenre is találunk, és így válik az ember élete teljessé. Amikor ön készülődött a karácsonyra, akár gyermekkorában, vagy akár felnőttként, akkor mi volt az, ami leginkább ezt a készülődést jellemezte, vagy jellemzi? Törekszem arra, hogy tudjak csöndbe lenni, és tudjak visszavonulni. Nagyon nehéz ezt megteremtenem, hiszen rengeteg felé kell menni, sok felé hívnak. A helyzet az, hogy nem is tudok mindenhova eljutni, mert fizikailag képtelen vagyok rá. És meg kellett tanulnom azt, hogy ezeket a kis időket is fölhasználva, amíg egyik helyről a másikba eljutok, próbáljak meg csöndbe lenni. És próbáljam meg fölhasználni az esti órákat, amikor egy kicsit már a világban is csönd van, elmélkedve, gondolkodva, meg a hajnali órákat, hogy az ember meghallja a lelkében azt, amit az Isten akar üzenni. Az első lelki gyakorlaton, amelyen életemben részt vettem, ott azt mondta a lelki gyakorlatot vezető pap, hogy értsük meg, ha csöndet teremtünk magunkba, az Isten szól hozzánk, harsog bennünk az Isten. Ezt az isteni hangot akarom meghallani, hogy mit üzen ő most ennek a mai embernek itt Magyarországon, itt Székesfehérváron, azoknak az embereknek, akikhez én tudok szólni, akik meghallgatják az én hangomat, akik esetleg elgondolkoznak azon, amit én rajtam keresztül üzen az Isten nekik. És ha már karácsony, a gondolatiságon túl, ilyenkor önöknél a püspöki palotában hogyan zajlik a karácsony? A karácsony azt hiszem egy kicsit hasonlóan minden családhoz, illetve egy kicsit sajátos módon, mert hát mégis papok vagyunk, és nincsen családunk. Délután mi tartunk egy szent misét a püspöki kápolnában, a Jézus születését köszöntő szent misét, pásztoroknak azt a miséjét, ahol hát meglátják a csillagot. Utána szoktunk énekelni, imádkozni karácsonyfa körül, majd vacsorázunk, egy szokásos, hagyományos vacsorát eszünk mi is, ami azt gondolom a legtöbb asztalnál van, valamiféle halétket kapunk, és azt tesszük. Utána vissza szoktunk vonulni. Ki a maga szobájába, csöndbe, és imádkozunk, készülünk az évféli misére, esetleg telefonon fölhívjuk a szeretteinket, vagy bennünket fölhívnak, és hát próbál az ember mindenképpen erőt gyűjteni az évféli misére, meg a másnapi szentmisékre, ami azért nem könnyű dolog, és ott lenni, figyelemmel ott lenni, összeszedett lélekkel ott lenni, az fizikai erő is kell. Hát így telik ez az ünnep. Legfőképpen számomra ez az elcsöndesülés, békesség, Isten felé fordulás. Én néha bekapcsolom a televíziót, megnézem azt a szentmisét, amit Rómából közvetítenek, mint a Szent Atya mond. Ugye hát most már nem évfélkor mondják ott sem a szentmisét,
hanem 9 órakor, 10 órakor szokták kezdeni, hát legalább valamennyit meg tudok nézni, belőle egy kicsit az is segít ráhangolódni az éjféli szentmisére, ami fárasztó és nehéz, de mégiscsak a egyházi évnek egy nagyon sajátos és nagyon szép eseménye. Emlékszem mindig az első évféli misére, amit már én mondtam, és még inkább emlékszem azokra alkalmakra, amikor mint kisminisztráns igyekeztem évfélkor, már olyan nagy voltam, hogy elengedtek évfélkor a templomba minisztrálni, hogy milyen öröm volt az, és milyen büszkeség volt, milyen jóleső érzés volt a tele templomban éneket hallani, és végezni az oltárnak a szolgálatát. Mindannyiunknak azt hiszem, hogy nagyon szép ünnep a karácsony. Ahogy említett, az évféli miséknek azért van egy ilyen nagyon sajátos, nagyon különleges hangulatuk. Legalábbis én a pacsorokban azt érzékelem, mert gyerekként is ugye ott leginkább, sajnos valljuk be, hogy ott sokszor az emberben az volt, hogy hát fönnmaradhattam már évfélig, mert nagy vagyok, aztán utána nyilván felnőtt fejjel más-mást él meg az ember. Amit említett, hogy az első évféli szentmise, amit tartott, az hogy van meg az emlékezetében, hogyan tekint vissza rá? Az egy nagyon-nagyon kedves emlék számomra. Ugye káplán voltam a faluba otthon, ahol éltünk, ott a plébános atya tartotta meg a szentmisét, engem pedig kiküldött a faluba, a filiába, ott tartottam ezt a szentmisét. Nagyon hideg volt, nagyon furcsa volt, izgultam, hogy el ne roncsak semmit. Van egy-két olyan liturgikus sajátossága az évféli szentmisének, amit máskor nem mondunk, csak azon az évféli misén, hogy mondom, azt el ne roncsam, azért izgultam, de nagy öröm volt, hogy hát most ott állhatok az oltárnál, az emberek előtt, a Jóisten előtt, és én mutathatom be azt a szentmisét, amelyben hálát adunk az ő születéséért, és emlékszem, hogy a lelkembe, szívembe ott hordoztam, oda gyűjtöttem össze mindazokat, akik nem csak jelen voltak a templomban, hanem akiket szerethettem, akik engem szerettek, családomat, hozzám tartozókat, akik fontosak voltak az életben, és ez egy olyan nagyon jó érzés volt, hogy így sokakkal együtt ott karácsony örömében, békéjében tudtunk együtt lenni a templomba, nem törődve annak a, ugye ez egy kis falusi templom volt, annak a hidegével, annak a egyszerűségével, mert hiszen hát Betlehem maga is egyszerűségben fogadta be a gyermek Jézust. Az idei esztendőben ebből biztosan megmarad a sokakkal együtt a karácsony örömében, hiszen az idei esztendőben is lesz évféli mise, és ezúttal a Szent Imre templomból. Igen, a Szent Imre templomba tudjuk megtartani, mert a Székesegyház az nincs olyan állapotban, hogy a híveket be tudná fogadni. Ott egy nagyon nagy felújítás folyik, még következő évféli misét is biztos, hogy ott nem tudjuk megtartani. A Szent Imre templom nagy, és be tud fogadni sok hívőt. Én bízom benne, hogy az a tömeg, aki a bazilikába szokott jönni, az eltalál a Szent Imre templomba is, és meg tudjuk tölteni ezt a templomot, be tudjuk fogadni a híveket, és az mindig egy különleges élmény, hogy annyi ember nyílik meg az Isten számára ilyenkor. Lehet, hogy aki az évféli misére eljön, nem minden vasárnap van ott az évközben a Szent Misén. Egy különleges alkalom, de örülök neki, mert megérezte, hogy az Isten most őt is szereti. Isten szeretete most is eléri őt, mert mindig szereti az Isten. És úgy gondolta, hogy ezt az áldozatot meg kell hozni erre az élményre, neki is szüksége van, és eljött, hogy együtt legyünk, hiszen Jézus mindannyiunkért jött el. Nem értem, nem néhányokért, hanem mindannyiunkért, minden emberért. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta az idei esztendőben is a meghívásunkat. Köszönöm én is a lehetőséget, és áldott karácsonyt kívánok mindnyájuknak. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy természetesen a hagyományokhoz szűen a Fehérvár Televízió az évféli misét élőben fogja közvetíteni, hogyha nincs lehetőségük ott lenni a helyszínen, velünk együtt tarthatnak, nálunk élőben nézhetik és nyomon követhetik a Szent Misét. Tehát köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!